nagyon-nagyon izgalmas kupadöntőt láthatunk. Így van. Most én félszemben már figyelem az OSC lövőket, ugye Erdélyi, Manherz, Salamon, Csacsovszki, az ötödik embert még nem látom, szerintem Búrján lesz. És egy érdekesség, hogy a dévai kapus is bement melegíteni, ugye sose lehet tudni, hogy mikor akarják becserélni esetleg. A másik oldalon is melegített egyébként, nem csak Nagy Viktor, hanem Bányai Márk is. Na nézzük! Minimális különbséggel dől el tehát a magyar kupa párharc, a magyar kupa finálé, a kézfogás Nagy Viktor és lévai kapus között. Igen, hát ugye két korábbi válogatott, illetve Viktor személyben jelenlegi válogatott kapus. Bár ahogy a Lévai Marci utóbbi időben védett, itt tőlünk 3 méter a Merztomé, nem tudom, hogy gondolkodik-e benne majd. Minden esetre két nagyon rutinos és valóban 5 méteres ölő kapusról beszélhetünk. Azért nem lesz nekik könnyű belőlődözni. Na nézzük! Ahogy azt említettem, Filipovics természetesen érkezik. A bajnokságban 19-ből 14-et lőtt be. Ez 74%-os hatékonyságot jelent. Filipovics és lévai párharca tehát. És belövi. Talán még a lécet is érintette alulról. Magabiztos büntető. Hát nem sok esélyt adott Lévai Marcinak, maradjunk ebbe. És Erdély lövi az OSC első büntetőjét. Nyolcból hatot lőtt be a bajnokságban. És kapufa! Nagy Viktor kezéről. Hozzáér Nagy Viktor, és a kapufára tolja a labdát. Az első büntető tehát gólaszolnokiaknál, az OSC-nél viszont kimarad. Nagy Ádám a következő. Nagy Ádám, maga biztos ő is. Eddig két nagyon magabiztos szolnoki büntetőt láthattunk. Csacsovszki kéri el a labdát. Mindenki a helyén. És ez is kimarad. Nagy Viktor 2-ből 2 büntetőt véd itt a büntető párbajban. Hát a fiatal vízipólósoknak mondanám, hogy azért nézzük meg a két-két büntetőt. Két lapos lövést védett a kapus, és két magas, illetve télmagas lövés ment be. Konarik Ákos a következő a sorban. Ő is bevágja. És egy is lövés is sarok felé. És innen előnyben a szolnoki csapat, hiszen a szolnokiak mind a 3 büntetőt belőtték, az OSC-nél pedig eddig mind a 2 kimaradt. Salamon érkezik. Ha kihagyja, vége. Salamon tehát, és ezt is hárítja Nagy Viktor, és ezzel pedig eldőlt, hogy a Lend Eurókupa győztese ebben az idényben a szolnoki Dózsa gárdája. Azt gondolom, hogy megérdemelt volt a szolnok kupa győzelme a két mérkőzés összesítése alapján, de ugye közhely, de hát talán lehet, hogy jobb lett volna két aranyérmet osztani. Nagy Viktor 3 büntetőt hárít az 5 méteres párbajban. Az OSC ledolgozta azt a hátrányt, amit Szolnokon összeszedett, viszont itt az 5 métereseknél jobban összpontosított a szolnoki Dózsa. Mi dönt ilyenkor? A nagyobb rutin dönthetett, ugye? A szolnokiak talán egy picivel több nagy csatát megéltek már, gondolok itt például Filipovicsra vagy Nagy Viktorra. Hát először is a kapus szempontjából azt kell mondanom, hogy azért a Viktornak óriási a respektje a magyar játékosokkal szemben. Nagyon nehéz odaállni hozzá egy-egy 5 métereshez. Illetve hát annyi, amit én itt mondtam közben, hogy elvállalták a magas lövéseket a szolnokiak, ami ugye mindig rizikó, mert...